Jó reggelt mindenkinek ennek a szép őszi reggelen. Most az Ördöggát környékét fogom bejárni a mai nap folyamán. Perkupát most a Kossuth Lajos utcán Szalonna irányába hagyom el, és hamarosan bevetem magam ebbe a vadregényes tájba. Tartsatok velem! Kiérve a faluból, Égerszög irányába kanyarodok az aszfaltos úton, de ott csak egy pár tíz métert fogok menni az ösvény kezdetéig. Ahogy befordultam, nem sokkal azután, itt az Égerszög fele tartó úton, itt a tábla mellett, itt látok egy ösvényt, ami sejteti, hogy ez lesz a jelzetlen utunknak a bevezető szakasza. Nézzük meg! Be is jöttem ezen a csapáson, és tettem egy próbát a főcsapáson abba az irányba, ami nem jött össze, mert nagyon sűrű a bozótos. Ezért itt nem sokára, hogy beértünk, balra van egy kis csapás, errefele próbálom meg. Kísértem az út melletti nagy rétre, és itt kell találnom majd valami helyet, ahol föl tudok menni a hegy gerincére. Ahogy kiértem a tisztásra, mindjárt volt jobbra egy nyiladék, amiben látni véltem egy csapást, ami segíthet nekünk, és azon el is indultam, és úgy néz ki, hogy működik. Itt van egy ilyen vadalmafa, és annak a oldalán kell bemenni abba az irányba. Egy kicsit küzdelmes, de elértem az erdő szélét, és onnan már könnyebb lesz a járás. Még egy nyiladékág, és inkább itt a bal oldalán megyünk. Ez lesz a jó út. Ám hogyha kijutunk, átverekedjük magunkat ezen a helyen, azután már az erdőben jobban tudunk haladni. Aha, itt is egy nyiladék. Ezt kihasználjuk. Lényeg az, hogy a gerincre tartunk. Igen, itt egy kis forduló. Azért látni azt, ahogy a vadak kijárták, ez segítség. Nem csak a GPS track log. Itt ez az ág, ez jobbnak tűnik. És bizony, bizony, el is értük a bejáratát a erdősávnak. És reményeim szerint innentől kezdve a bozótos az már nem fogja zavarni az utunkat. És ott, ha fölnézek, akkor már sokkal átláthatóbb a helyzet. Gyerünk! Egész eddig járható. Egyetlen egy fontos tudnivaló van ezzel az útvonallal kapcsolatban, mivel hogy már eléggé erodálódott, sőt el is tűnt. De a legfontosabb dolog, hogy mindig fölfele a gerincre kell tartanunk, és majd a gerincen jobbra tartva fogjuk az utunkat tartani, mert ott ment régen a földút. Tehát föl a gerincre és azon jobbra, és nincsen semmi baj akkor. Látható, hogy el is értem a gerincet, innen a másik irányba már az Ördöggát völgye látható. Na most nekem ezen a gerincen kell mennem, nyilván a terepviszonyokhoz alakítva az útvonalamat tartanom. El fogjuk élni a piros turista jelzést előbb-utóbb. Tehát kövesd a gerincet. Nyilván tartani az utat némi nehézséggel jár ahhoz képest, amikor egy ösvényen megyünk, de egész jól lehet haladni a kezdeti bozótoshoz képest. El is értem egy kerítésnek az oldalát, pont a gerincen halad, és azért látni, hogy színek vannak a fákon. Na, hát akkor gyerünk tovább. Elértük pár száz méter után a kerítés szélét, itt tart lefele a völgybe, és örömmel tapasztalom, hogy egy szekérúttá alakult a járhatatlan gerinc, és feltehetőleg ez már így is marad a turista jelzésig.
elértük jelzést, én itt jobbra fordulok, a fán is látható a jelzés, és pár méter után balra indulok tovább, most a jelzést követve, ez már sokkal járhatóbb lesz várhatóan, mint a kezdet kezdetén. Haladva a jelzésen, jobbról Schlegen becsatlakozik egy földút, egy jelzetlen. Itt hamarosan mi meg balra fogunk fordulni, így is van, ezen a kis tisztáson elértük a balra fordulás lehetőségét. Rögtön ahogy befordultunk, egy Y-elágazás van, mind a kettő lefele vezet, de nekünk a jobb oldali ága kell, az fog a tervezett utunkon tartani. Az út egy klassz kis árok mentén vezet, egy új szint varázsol az útvonalba. És úgy látom, elértük azt a völgyet, melyben az ördöggát van. Nagyon-nagyon szép. El is nézzük, milyen ott lent. Lejöttem ide a patakmederbe, ott azon az ösvényen, arra fogom folytatni a kalandozásomat az ördöggát felé. Ez már a zöld turista jelzés. Ez itt az ördöggát, itt át lehet bújni, egy kis ügyességpróba lehet. A zöld turista jelzés egy elegáns kis hurokkal kerül meg az ördöggát melletti szikla képződményt. Nézzük meg! Miután kigyönyörködtem magam a szikla szépségében, tovább folytatom a túrámat a zöld jelzésen, immár a patakmeder mentén, illetve abban helyenként. Most még jelzett úton megyünk visszafele, de el fogunk érni egy szakaszt, ahol a piros jelzés kereszteződését, onnantól ugyanígy
A patak folyását, a Terkes patak folyását fogjuk követni, immár az országútig. Tehát maga a patakvölgy fog vezetni minket, eltévedni igazából már nem lehet. Annyi az egész, hogy nem lesz jelzett szakasz. Elértük a említett kereszteződést, itt halad át piros vagy zöld jelzéssel, és mint említettem, itt csupán csak a patakot, illetve a völgyet fogjuk követni, ami majd kivezet minket a Perkupára vezető aszfaltra. Szemben lévő hegy az már az út túloldalán van, úgyhogy hamarosan elérjük az autóutat, és befejeződik a túránk. Ki is bukkantunk a völgyből, itt balra fogunk haladni, addig, amíg lehet a réten, utána már az út szélén kell baktatunk, de hamarosan beérünk Perkupára. Tartalmas és szép túra volt. Sok-sok látnivalóval, remélem kedvet kapott hozzá nagyon sok ide látogató. Még zárszónak annyit, hogyha valaki nem vállalja be azt a kis bozótos feljutást a gerincre, akkor annak visszafele ezen a réten keresztül kell bemennie a patak völgyébe. Hátránya, hogy ugyanezen az úton kell majd visszajönni. De annyira szép, hogy talán nem is olyan nagy hátrány.